Na, sziasztok, el is kezdjük, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, Gál Péter barátomat bemutatom, aki még nem ismerné, aki remélhetőleg egy nagyon izgalmas és ilyen agy használatára serkentő előadást fog tartani az ION eltérésekre, át is adom a szót. Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Ha minden jó, majd nem ismertek, mert ilyen pesti vagyok. Szegeden a gyereklinkán dolgozok a gyerekintenzíven, és Gyulánk volt ez a nagyon jó felvetése, hogy beszéljünk ION eltérésekről. Úgyhogy először is, hogy miről szeretnénk beszélni, arról, hogy milyen ION eltérések lehetnek természetesen, de főleg az, hogy hogyan csináljunk elektrolit zavart, aztán utána már, ha van, akkor mit csináljunk vele, ez lenne az elképzelés. Nátrium-káliumra koncentrálnánk, mert a kálcium meg a magnézium, ha véletlenül hiányos, az elég egyértelmű, hogy pótoljuk. A túl sok az meg azért elég ritka, úgyhogy abba inkább nem mennénk bele. Szóval lennének, ja igen, és akkor úgy lenne, hogy lennének esetek, azokat elmondom, és akkor ki kéne találnotok, hogy mit válaszunk, mit csinálnátok vele. És akkor azt kérném, hogy legyetek lelkesek, és akkor mindenki tegye fel a kezét valamelyik opciónál majd. Jó? Mondjuk lesz, mondjuk, majdnem úgy, mint ahogy az ABCDE, mondjuk általában így ABCDE opciók lesznek, de akkor az nem a vitális paraméter. Szóval az első, az egy 10 hónapos csecsemő lenne, akit bronchiolitis miatt vizsgálunk, 8,5 kilós gyerek, van egy 100-as taipnoéja, bordaközi behúzódások, disznoéja, 89-es szaturál egyelőre kezelés nélkül, és diffúzan apró hólyagú szőrzőrei vannak. A púzusa 160 per perc, perifériás keringése kielégítő, meleg a törzse, kicsi hűvösebbek a végtagjai, de a perifériás CRT sem rossz 3 szekund. Lényegében a vérnyomása inkább magas, mája nincs, komolyabb neurológiai eltérés nincs, lázas, mérsékelten, és eddig tök jó evett, az volt a sztori anyuka részéről. És akkor, hogy elkezdjük ennek a gyereknek az ellátását, ugye először is csináljuk a többit, adunk oxigént, stb. De milyen folyadékot adjunk ennek a gyereknek, és egyáltalán mennyit? Ugye először beszéljünk a mennyiről. Ugye az átlagosság az egy 20 milliliter kilós bólus, 8,5 kilójára ez lesz 170 milliliter. Vagy adjunk egy normál folyadékot 35-tel, vagy inkább csökkentetett 28 milliliterrel, vagy emelt folyadékot 45-tel, vagy hagyjuk a francba az egész vénásat, és egyen, ahogy szokott. Kiszavaz az ára. Bátran. Szuper, van egy ánk is. Kiszavaz a B-re. Jó. Kiszavaz a C-re. D. Emelt folyadék senki. Egyen, ahogy szokott. Oké, okay, ez is van egy pár. Szuper. Hát szerintem én a B-C vonalon mozognék. Úgyhogy akik azt mondták, én velük értek egyet, majd szerintem meg is beszélhetjük, hogy miért. Az egyen, ahogy szokott, az egy kicsit kilépünk abból, hogy egyáltalán mennyi folyadék, meg hogy egyszerűen egy bronchiolitiszes disznó és gyereket etetni, az egy kérdés, hogy kéne vagy nem, hiszen maga az etetés az egy munka. Kettő, fölnyomja a rekeszét, tehát nem biztos, hogy ez egy ideális helyzet. Először nézzük meg, hogy az hogy fog stabilizálódni a terápiánkra, hogy a bronchiolitiszt csak akkor etessünk, hogyha bírja. Úgyhogy az első indítás az az, hogy inkább adjunk neki parenterálisan folyadékot. Bólust azért nem adnánk, talán, mert hogy annyira nem tűnik kompenzáló betegnek, nincsen igazi keringési elégtelensége, a tachikardiája valószínűleg inkább a légzészavarából ered, meg a lázából, és az, hogy miért nem emelt, hanem miért inkább akár csökkentett folyadék, kimondott B-t. Szuper. Miért mondtatok csökkentettet? Igen? Szuper, jó a gondolat. Tehát ugye az elképzelés az, hogy hát, hogy ez most siad vagy sad, hogy ez most éppen appropriate vagy inappropriate, ez egy kérdés, hiszen ugye a szervezet egy ilyen komolyabb gyulladásos helyzetben fölkészül arra, hogy ugye mint biológiai lény az ember elfekszik a barlang sarkába ilyenkor betegen, nem jár le a forráshoz inni, és ugye a szervezet erre fölkészülve megemeli az ADH szekrécióját, tehát ha így nézzük, ez igazából appropriate inkább, tehát hogy sad,
ha lenne ilyen. És akkor most már lesz, igen, és akkor ilyenkor már minden értelmet nyer, hiszen ilyenkor, ha túl sok folyadékot adunk, akkor ő még retinál egy csomót az ADH-jával, és akkor jó ödémás lesz a gyerek, aki egyébként így is, úgy is ilyenkor beszokott puffadni egy kicsit másnapra, harmadnapra, de ez jó lenne, hogyha nem tenné. Úgyhogy próbáljunk meg legalább a normál vagy a csökkentett oldalon lenni. Gyakorlatilag itt ugye erről beszélünk. Ha normál folyadékot adunk, akkor gondolkozzunk rajta, hogy akkor igény szerint vízhajtóval tudunk segíteni azon, hogy ellensúlyozzuk az ADH-ját. De nagyon ügyesek voltatok, gyakorlatilag nekem nem is kell diákat mutogatnom, mert megválaszoljátok a gondolatot. Következő kérdés, hogy mit adjunk neki? De hát, hogyha ugyanez a gyerek, még mindig 10 hónapos csecsemő bronchiolitiszt, még odáig eljutottunk, hogy akkor adunk normál vagy csökkentett folyadékot, de mi legyen az összetétel, mi legyen benne? Annyi segítség, hogy megmértünk egy cukrot, az 5,2, nagyon boldogok vagyunk, ez nem zavar minket. És akkor itt vannak a lehetőségek, fiziológiás oldat, balanszírozott kristalloid, 5%-os cukoroldat, valamiféle csökkentett elektrolita, harmados, feles, negyedes, hatodos, nyolcados, kinek mi van a rendszerébe, de mondjuk azért inkább harmados felesről beszéljünk, 5%-os cukor teljes elektrolita, vagy elektrolitmentes cukoroldat. Kiszavaz az ára. Szuper. B. Oké, van egy csomó B-nk. Kiszavaz a C-re. Oké. Kiszavaz a D-re. Oké. És E. Nagyon jó. Gyakorlatilag a B és a D között talán ott van a legtöbb kéz. Ha az előző gondolatkört visszük tovább, és azt mondjuk, hogy ADH szekréció fokozódása lesz, akkor szabad vizet fog visszafogni a gyerek. Ha szabad vizet fog vissza, akkor jó esélye hiponatrémiája lesz. Úgyhogy, ha ezt a hiponatrémiát szeretnénk csökkenteni ennek a mértékét, akkor érdemes teljes elektrolit oldatot adni. Ez az alap gondolat. Viszont, hogyha ezt nem bólusba adjuk, hanem ez egy fenntartó infúzió, sőt, igazából nem is magas cseppszámmal megy, és a gyereknek egyáltalán nem magas a cukra, nincsen stressz reakciója, akkor miért ne adnánk cukrot, hiszen egy alap folyadékpótlásban benne van az, hogy pótoljunk kalóriát is, tehát én a D-vel értenék egyet, úgyhogy tök jó, hogy jó irányba mozgunk, de azért a cukrot szerintem nyugodtan rárakhatjuk erre a gyerekre. Na most az egész gondolkodási onnan jön, hogy volt azért olyan gondolat is, hogy rakjunk rá harmados feles oldatot. De honnan jön egyáltalán ez, hogy harmados feles oldat? Hogy miért van egyáltalán olyan gondolat, hogy a szérumhoz képest annak csak a harmada fele nátrium tartalmú oldatokat adjunk betegeknek, vagy egészségeseknek, teljesen mindegy, hogy kit akarunk infundálni, még azok általában betegek. De mondjuk úgymond ez az egészséges fenntartó, ez azt jelenti, hogy olyan betegeket infundálunk, akinek nincsen komoly gyulladásos reakciója, nem várjuk ezt a bizonyos ADH szekréció fokozódást, vagy bármiféle egyéb ion zavart. És önálluk valóban az alapfenntartó folyadékra az elképzelésünk az, hogy legyen benne egy harmados feles nátrium. Magyarul ez azt jelenti, hogy valahol olyan 50 és 70 között mozog az infúzióknak a nátrium tartalma millimol per literbe. Tudja miért? Igen? Mert nem teljesen elkölt. Így van, nagyon jó. Mert ugye hát veszíteni, elsőbben a pisin veszítünk, és a vese azt a nátriumot azt nagyon ügyesen menti visszafele, és így aztán egy hiponatrémiás vizeletünkkel nem kéne kipisilnünk az összeset. Viszont hozzá van egy ugyanilyen okból, a másik oldalról, ugye káliumot viszont veszítünk a vesén, úgyhogy adjunk 20-25 millimol per liter kálium oldatot alapvetően mondjuk egy ilyen sima pótló folyadékba. Ki az, aki ilyen kálium oldatokat ad pótlásnak alaphelyzetben? Oké. Ki az, aki használ az osztályán sterofundint, valamilyen fajtát? Ki az, aki használ B-t, sterofundin B-t? Létezik B meg G, segítek. Jó, ki az, senki nem használ B-t? Oké, ki az, aki használ G-t? Szuper, oké. Használtok-e mondjuk Rindexet? Az is van egy-kettő, jó. És rakja valaki káliumot ezekbe az oldatokba? Pluszba. Raktok, mennyit? 10-7-4-et, 5-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 
akkor ennyi káliumot adsz. Tehát, hogy ha 10 milli 7,45%-osat raksz bele, az azt jelenti, hogy, hogy az, az 10 millimol az 500-ba. Az 20 millimol a literbe. Igaz? És van benne mondjuk a steroba is, meg a rindexbe is 4 körül, tehát akkor pont ennyit fogsz adni. Jó? Tehát gyakorlatilag bármennyire is nem vagyunk néha tudatában annak, hogy ez ennyi kálium, de ennyi káliumot adunk ezekbe az oldatokba, csak maximum mi pakoljuk bele. Jó? És akkor van egy úgymond akut betegség fenntartó oldat, ugye amikor arra számítunk, hogy lesz egy ADH szekréció fokozódás, ezt szeretnénk ellensúlyozni, és erre gyakorlatilag egy teljes elektrolit oldat javasolt a nátriumra nézve, és a kálium általában ezekben le van engedve alacsonyra. Ennek pont az az oka, hogy mivel beteg a beteg, ezért még az is elképzelhető, hogy veséje is érintett, és magas lesz a káliumja, és aztán itt szabad a választás, mindenki pacsál bele annyi káliumot, amennyit akar. Ez az alapgondolat. Jó, és ugye ez mind a kettő cukros, ezek a klasszikus fenntartó oldatok. Ez lenne a sterofundin B, ez lenne a sterofundin G például, hogyha most ezt a gyártónak a két oldatát nézzük. Gyakorlatilag az az egy kérdés van, ugye most az alapajánlás a mai cikkekben, hogyha sürgősségi ellátásba, rutinba, hogyha elkezdünk kezelni egy beteget, és nem vagyunk biztosak benne, hogy mi lenne az ideális, főleg, hogyha nincs a kezünkben egy astrupra lehetőség a helyszínen, akkor inkább adjunk egy teljes elektrolit oldatot, az a biztos, abból olyan nagy baj nem lehet, hiszen a hiponatrémia sokkal gyakrabban fordul elő ezeknél a betegeknél nem megfelelő infúziós terápiával. Ha viszont elmozdulunk erről a sürgősségi vagy harmadik világbeli környezetből, ahova ezt javasolják, és azt mondjuk, hogy nekünk már van astrupunk és van elképzelésünk a világról, akkor azt mondja, hogy természetesen továbbra is él az, hogy lehetnek tök jó fenntartó infúziók még, de az csak akkor, hogyha biztos vagyok benne, hogy az jó lesz a gyereknek. Jó? Az alapgondolat az, hogy ezt adjuk. És akkor pótló folyadékok, amik meg gyakorlatilag a folyadékhiány pótlására, azok úgyis cukormentesek és teljes elektrolit oldatosok. Oké, akkor mindenkinek tiszta, hogy miért adtunk mit, ugye? Szuper. Akkor menjünk egyel tovább. Ugye csak példa, hogy milyen oldataink vannak. Ez nagyon kaotikusnak tűnik, és mondjuk hiányzik, ez mondjuk a mi nálunk éppen jelenleg a mi klinikánkon elérhető, a mi beszerzési politikánknak megfelelően. Gyakorlatilag az látszik, hogy cukormentesből itt vannak a fish show, meg a balanszírozott oldatok, cukrosokból pedig itt van az akut betegségbe adandó, a két fenntartó, egészséges betegnek adandó oldat, és gyakorlatilag van Izodex, aminek túl sok értelme ebben a rendszerben nincsen, egy 5%-os cukor. Szerintem mindenhol hasonló adatok elérhetőek, ezeket lehet használni, esetleg nem így hívják őket. Oké, és akkor menjünk arra, hogy ha már folyadékkal úgy gondoljuk, hogy jól tudjuk kezelni ezt a gyereket, aki nálunk van, akkor egyet tovább léphetünk, és próbálkozhatunk arra, hogy a már meglévő nátriumzavarokat próbáljuk kezelni. Az első esetünk ez egy 5 éves gyerek, akit gasztritis miatt vizsgálunk. Az a sztori, hogy elégtelen a folyadékbevitele 3 napja, ez egy klasszikus hipovolémiát sekszikált beteg lesz. Enyhe taipnoéja van, disztnoéja nincsen, jó a szaturál, keringésében van egy tahikardiája, egy megnyúlt CRT, hűvösebb végtagjai, jó kompenzáló vérnyomása van, nincs mája, nincsen komolyabb idegrendszeri eltérése, kicsit vágyott a betegségnek megfelelően, kicsit csökkent a bőrturgora, és ha megnézzük, az astrupot, mert éppen nálunk ezt meg lehet nézni, akkor egy kompenzált metabolikus acidózist fogunk látni várhatóan, mi más látnánk, azért lihek szegény, és azt látjuk, hogy a nátriumja 153-as. Vércukra 5,7-es, továbbra is nem akarunk kavarni vércukorral. Na most mit csináljunk? Ugye az alap gondolat az, hogy ez a gyerek ez kompenzál, dolgozik, adnánk neki esetleg egy bólus folyadékot, 20 mg/kg, arra egyébként majd milyen ügyesen fogjátok csinálni, jól reagál, és utána sima infúziót szeretnénk neki indítani, egy emelt folyadékigénynek megfelelően. És akkor az a kérdés, hogy áll lehetőség, ugye itt majd ezen az oldalon a bólus, ezen az oldalon az infúzió utána, és az utolsó két pontban ugyanazt adnánk, bólusba is, meg infúzióba is. Kicsit kaotikusra sikerült, de hát ha.
Szóval valamiféle Fischoper balanszírozott kristalloid bólus az első háromba, és az a kérdés, hogy az infúzió cukor plusz teljes elektrolit legyen, cukor plusz csökkentett elektrolit, cukor elektrolit nélkül, vagy már eleve bólus és infúzióba is cukrot adjunk csökkentett elektrolittal, vagy cukrot adjunk elektrolit nélkül. Na, elég kaotikusra sikerült, bocs. Á, ki az, aki ára szavaz? Teljes elektrolit? Szuper. Ki az, aki B-re szavaz, csökkentett elektrolit? Oké. Okay. Ki az, aki elektrolit nélküli cukrot ad? Senki. Ki az, aki valamelyik D vagy E? D? E? Szuper. Nagyon ügyesek vagytok, ugye mindenki adott valamiféle cukormentes oldatot bólusba, és én is teljes elektrolit mellett tenném le a voksomat. Kérdés, hogy akkor miért? Hiszen eleve hipernatrémiás volt a beteg. Ugye az alapgondolat az, hogy ez a beteg ugye a kiszáradása miatt hipernatrémiás, és hogyha folyadékot pótolunk, akkor úgyis csökkenni fog a nátrium szintje, gyakorlatilag hiába teljes oldatot adok, attól ez nem fog változni lényegében. Sőt, egy dolog fog változni, az, hogy nem fog zúgni lefele a nátriumja, ami ugye sose baj, hiszen az nem cél, hogy túl gyorsan változza a nátrium szint. Úgyhogy aki cukor teljes elektrolitra szavazott, az szuper. A többi sem olyan rossz. Akik szavaztak ezek közül, mert a csökkentett elektrolit sem vészes egyébként, de az biztos, hogy ugye összességében ezek jó válaszok voltak. Gyakorlatilag a leggyakoribb oka a hipernatrémiának a kiszáradást, a többi is lehet, mert lehet jatrogén, azért az még előfordul. Diabetes insipidus, diabetes mellitus, stb. Ezek lehetnek. Az a fontos, hogy amikor a folyadékterápia elindul egy teljes elektrolit oldattal, akkor viszont ellenőrizzük vissza, hogy alakul a nátrium szint, és annak megfelelően kezdjünk módosítást. Hát, hogyha azt látjuk, hogy elkezdjük a teljes elektrolit oldattal, ugye azt beszéltük meg, hogy azért, amikor még nem nézünk a strupot, akkor azt érdemes adni eleve, ne is csökkenjen gyorsan, de ahogy látjuk a csökkenést, annak megfelelően, vagy a változást, annak megfelelően módosíthatunk az összetételén az infúziónak. A szérum nátrium csökkentés ne legyen fél millimol per óránál gyorsabb. Ugye ez nem csak a csökkenésre igaz, ez az emelkedésre is. Tehát mindenféle nátrium változásra az igaz, hogy a fél millimol per órát azért ne nagyon haladjuk meg. És akkor van egy anekdóta hozzá, az a Gyula kedvéért, mert nagyon tetszett ez az eset, hogy volt egy betegünk, ugye ez azért nem mindig könnyű, hogy ne legyen túl gyors a változás, főleg akkor, ha nagyon extremitások vannak. Ugye egy ilyen betegünk volt, aki jött egyéb problémákkal is, egy kis veséréktelenség, egy kis acidózis és egy 180-as hipernatrémia, és hát azért egy 180-as nátriumnál az a baj, hogy gyakorlatilag bármit azt neki, az menni fog lefele elég gyorsan. De szerencsénkre megtámogatott minket a veséréktelenség meg az acidózis abban, hogy rárakjuk CRRT-re, és ennek a betegnek azt csináltuk, hogy kiszámoltuk egy kisebb nyüglődéssel, hogy körülbelül hány százalékos nátriumot kéne pótlóoldatnak fölrakni bizonyos sebességgel, hogy a 180 maradjon a nátriumja, és akkor fölraktuk ezt a kicsit 3%-osnál az elején, azt hiszem, talán még töményebb nátriumoldatot fölraktuk pótlónak, és gyakorlatilag tartottuk 180-an, és amikor azt láttuk, hogy ez így már tök jó, akkor elkezdtük csökkenteni a pótlóoldatot, és szép lassan, kontrolláltan lehetett csökkenteni a nátriumot. Ami nagyon elegáns, persze egy kicsit polipragmázia is lehet, hogyha nem lenne veseréktelenség, akkor csak emiatt CRRT-re tenni valakit, de az biztos, hogy a gondolkodás az az, hogyha ilyen beteg van, akkor nyugodtan lehet töményebb nátrium, hipertóniásóhoz nyúlni, hiszen az a cél, hogy ahhoz, hogy egy fissót adszánk a gyereknek, vagy valami teljes elektrolit oldatot, akkor zúgni fog lefel a nátriumja. Szóval nyugodtan, bátran kell magasabb nátriumtartalmú oldatokat gyártani, és ott azzal dolgozni. Oké. A következő betegünk, ez egy 16 éves gyerek, zavartság miatt hozzák. Kicsit az színezte a képet eredetileg, hogy ez egy gyermekotthonos, ilyen lakásotthonos gyerek. Ugye ilyenkor mindig fölmerül, hogy mit vett be, hát tudja, hogy valamit szívott, tomnyomott, valamit bevett, biztos történt valami, de ezzel a szegénnyel nem történt. Ő elég zavart volt, a tudata megtartott volt, szédült, de a saját lábán jött be, nem tűnt egyébként egy olyan rossz állapotú gyerektek, nem is volt vele különösebb vitális problémánk, viszont az astrubban volt egy 107-es nátriumja, ami azért elég mellbevágó volt, és rögtön elvetettük a különböző szívott, egyéb kápszertési dolgokat, fogyasztott gondolatainkat, mert azok nem csinálnak azért ilyet.
Viszont azért a 107-es nátriumnál el lehet gondolkodni, hogy mit csináljunk. És akkor itt jön az, hogy az alkalmazott folyadék, amit elindít az ember ilyenkor ennek a gyereknek, ez mi legyen. Valamiféle cukros, ugye ez egy alap folyadékpótlást adunk. Teljes elektrolit, csökkentett elektrolit, vagy elektrolit nélkül? Ez egy egyszerű kérdés lesz. A. Kiadna teljes elektrolitot. Szuper. B. Kiadna csökkentett elektrolitot. C. Kiadna elektrolitmentes oldatot. Na itt viszont a B nyert, a csökkentett elektrolit. Ha belegondoltok abba, hogy a 107-ről elindulunk fölfele, és nem szeretnénk fél millimol pro óránál gyorsabban emelkedni, ha erre a betegre rárakunk egy teljes elektrolit oldatot, akkor villám gyorsan 120 valamennyinél találjuk magunkat, már egy óra múlva akár, hogyha nem vigyázunk. Úgyhogy itt nagyon fontos az, hogy az emelkedés az cél, tehát ne rakjunk rá elektrolit nélküli oldatot, emelkedjen, de lassan. És ehhez először kezdjünk egy csökkentettet. Még az is elképzelhető időnként, hogy egy feles harmados oldatnál is túl gyors lesz a nátrium emelkedés, és akkor kevernünk kell, akár egy cukormentes oldatot bele kell rakni a terápiánkba. Jó, úgyhogy ez mindenképpen a csökkentett elektrolit nyert, hiszen ne csináljuk túl gyorsan. Ugye, és akkor majd a végén megbeszéljük az összes ilyen emelés-csökkenéses gondolatainkat, és akkor jön egy harmadik eset, nátrium kapcsán. Ez egy 7 éves gyerek, akinek státusz epileptikusza van, ez egy tök jó, mert ez gyakran előfordul, hogy ezzel bejönnek, és megtartott a légútja, de elég irreguláris a légzése, a görcs miatt oxigénszaturációra adunk egy kis kezelést, de nagy lényeges, nagy eltérése egyébként nincsen se keringésileg, eszméletileg látjuk a tónusos-klónusos rohamot, nem megyünk bele a részletekbe, és van egy 122-es nátriumja. Na most mi légyen? Adjunk-e neki bólus hipertóniás sót, majd utána cukrot teljes elektrolit oldattal. B. Adjunk-e bólus hipertóniás sót, aztán cukrot csökkentett elektrolit oldattal. C. Adjunk neki csak bólus nélkül, adjunk neki cukrot teljes elektrolit oldattal. D. Csökkentett elektrolit oldat. A. Gyula ám van, meg itt egy páran, jó. B. A B is nagyon népszerű, valamennyire. C, bólus nélkül. Teljes elektrolita. D, csökkentett elektrolita bólus nélkül. Oké. Mindenképpen adjunk bólust, és valamit. A gondolat az, hogy egy 125-130 millimol pro liter egyéni protokoll válogatja, hogy hol van a limit, de valahol ebben a range-ben, ha ez alá megyünk, akkor bizony már önmagában a nátrium zavar is okozhat görcsöt, meg az összes felsorolt nem annyira specifikus neurológiai tüneteket. És a probléma az az, hogy egy ilyen helyzetben, és ha valaki másik oldalról gondolkodik, az is igaz, hogy egy status epileptikus tud okozni egyébként hiponatrémiát. Csak akkor, amikor nem tudom az okot, akkor a hiponatrémia is lehet ok, meg lehet következmény. De ameddig nem kezelem, addig gyakorlatilag egy potenciális kiváltó okot nem kezelek. Úgyhogy én is a bólus só oldalán vagyok, 2 milli pro kiló 3%-os só nálunk a protokoll, és utána az emelkedés ütemének megfelelően valami. Hát ugye értelemszerűen, ha bólust adunk, azért utána nézzünk egy astrupot, és kontrolláljuk meg, hogy hova sikerült tolnunk a dolgot. Igen? Akkor elméletileg az ÖSTP-je a kritériumnak meg kell, mert 125 alatt a nátriuma. Igen. Aki nem adtunk 3%-os sóbólust, azt mondtuk, hogy csökkentett kellene. Hogy óvatoskodunk. Így van. Ugye a különbség az, hogyha megnézed, azért a zavartság, mint olyan itt nincsen, bár ugye ezek a nem specifikus tünetek, felfájás, meg egyebek, de hát akár az is lehet. A probléma az, hogy a 107-es nátriumos gyerek, aki besétál, az biztosan egy krónikus probléma. Most, hogyha valaki krónikus hiponatrémiája van, akkor van egy ekvilibrium, van egy hozzászokás. Ha onnan elkezdek gyorsan módosítani, akkor gyakorlatilag nincs egy olyan állapot, ami veszélyeztetné az ő aktuális állapot. Tehát nincs egy olyan görcs, vagy bármi olyan veszélyeztető dolog, ami miatt rohannom kellene. Egy szép lassú ütemű emelkedés tök jó lesz. Ha valaki görcsöl, vagy vitálisan veszélyeztető állapota van, vagy pedig olyan mértékű felfájás, stb., ami mondjuk tolerálhatatlan, akkor mindenképp érdemes gyorsabban menni. Nem azt mondom, hogy bármilyen neurológiai tünetnél
kell adnom bólussót. De olyan esetben, amikor ez a neurológiai tünet vagy vitálisan zavarja a betegemet, vagy pedig olyan fájdalmat, vagy egyéb panaszt okoz, akkor érdemes megszüntetnem a kiváltókok közül azt, ami lehetséges lehet a hiponatrémiát. Ezért is a görcsöt én kiemelem, mert azért ez a leggyakoribb, ami igazából ebben a rendszerben jellemző lehet, ahol kéne adni bólust. És akkor az a következő dolog, hogy ha viszont adok bólust, akkor értelemszerűen nem fél millimollal fog emelkedni a nátriumja a betegnek, és akkor elrontottam az egészet, és akkor utána a harakirit kell elkövetnem. De ez nem igaz, mert ez az emelkedési ütem, vagy ez az emelkedési ráta, ez nem egy adott egy órára szól, hanem ez egy terápiás cél. Hát, hogyha valakinek az a cél, hogy most aktuálisan a görcsöt okozó hiponatrémiát megszüntessem, akkor megmérem, és kiderül, hogy a 122-ről lesz mondjuk, mit tudom én, 128 vagy 130, akkor szépen ülök, és 10 órán keresztül tartom azt a 130-at, az a feladat. Tehát nem az a cél, hogy odantól kezdve minden további órában... Hát a görcsöt tovább, akkor már a nátrium okozta, és akkor csináljam a többit, persze. Jó, tehát az nem kérdés, akkor a görcsöt lehet kezelni alternatívan, sőt, kell is. De mondjuk ez egy kiváltóként, csak hogyha erre fókuszálunk, akkor mindenképp érdemes a bólus beadni. Jó, tehát az a feladat, hogy lehetnek olyan helyzetek, ahol ez az emelkedés nem teljesen egyenletes, egy nagyobb időintervallumot nézve, de akkor álljunk meg, stagnáljunk, és akkor tartsunk meg egy szintet, amit utána lehet biztonsággal vinni. Jó? A veszélye az, hogyha túl gyorsak vagyunk egy hiponatrémia kezelésnél, akkor csinálunk egy ma már inkább otitikus demielinizáció szindrómának hívott kórképet, amit régen még mi ponti mielinolízisnek tanultunk, de most már azt mondják, hogy az nem csak a hídban van, hanem van az mindenhol, vagy legalábbis több helyen, úgyhogy inkább már szindrómának kéne mondani. Úgyhogy ez egy veszély, az nem annyira jó, mert az nem annyira visszafordítható károsodás, a mielinolízis, azt nem annyira szeretünk csinálni. Úgyhogy van veszélye is annak, hogyha nem figyelünk és túl gyorsak vagyunk. Oké. Okay. Nátriumvonalon van-e valakinek kérdése még? Igen? Van, ahol azt hívják, hogy ha túl gyorsan korrigálódik, akkor azt úgy tudod féken tartani, hogy adsz neki desmopresszint. Ezt egy felnőtt vonalon olvastam, és elég extrémnek hangzik, de hogy neked ez, nektek ezzel van valami tapasztalat? Nem, semmi. Hát, ha sokáig tartam végig gondolni, de elképzelhető, hogy nem rossz ötlet. De nem tudom, nem, nincs tapasztalatunk fel abszolút. Hát, hogyha azért általában erre szerintem a hiponatrémiát szerintem könnyebb az emelés ütemét óvatosan tartani. A hipernatrémiánál szerintem nehezebb, ott hajlamos az ember túl gyorsan csökkenni, és azt úgy nem vagyunk elég határozottak hipertóniásóval. Én azt úgy érzem, általában nekünk inkább az szokott lenni a problémánk. Oké. Okay. Na, a káliummal kapcsolatban az a jó, hogy sokkal kevesebbet fogunk beszélni róla, és a másik nagyon jó dolog, hogy nem lesznek kérdések. Azért, mert elég egyértelmű szerintem, vagyis hát lehetett volna bele kérdéseket, én nem akartam már végigzargatni benneteket. Szóval, ahogy kerestem, most találtam egy tök jó cikket, aki nagyon szeretné, majd elküldöm, ami... Először is nekem az is egy nagyon jó dolog, és ebbe segített egy csomót, hogy egyáltalán mikor aggódjunk a káliummal kapcsolatban. És ugye mondott olyanokat, hogy gyakorlatilag, ha le akarom egyszerűsíteni, amit mondott, akkor az volt, hogy ha 6,5 millimol pro liter fölötti bármilyen esetű kálium van, akkor az aggasztó. Másik, hogyha instabil a beteg, van hiperkalémiára utaló EKG eltérése, és vagy vesekárosodása, pangásos szívelégtelensége van, akkor már 5,5 millimol per liter fölött kezdjünk aggódni, és foglalkozunk vele, és próbáljuk féken tartani a kálium emelkedést. Oké, a következő EKG eltérés. Na most nem tudom, hogy hányszor láttok hiperkalémiás beteget, milyen nálunk az elő-elő fordulnak ezek a kedves vesebetegeink, és nagyon ritkán van EKG eltérésük, és hála Istennek ezt mondják, hogy nem mi vagyunk rossz szeműek, meg rossz az EKG készülék, hanem tényleg így van, hogy gyakorlatilag az EKG eltérés az azt jelzi, hogy ha látunk hiperkalémiára utaló EKG eltérést, akkor az nem jó,
akkor bármilyen, bármilyen kálium emelkedésünk van, de hát akár az alacsonyabb szinten is, akkor aggódjunk, hiszen már tünetet okoz. Ellenben, ha nem látok EKG eltérést, az nem jelenti azt, hogy megnyugodhatunk. Az csak azt jelenti, hogy ez elég rossz az összefüggés a hiperkalémia és az EKG eltérések között. Nem feltétlenül akkor jelennek meg, amikor már szép lassan emelkedik a kálium. Ugye az első az, hogy látunk egy csúcsos T-t, aztán utána lehet egy PQ megnyúlás, QRS kiszélesedés, és aztán gyakorlatilag elindulunk a rossz irányba, a P hiánya, a következő, és aztán bradikardia, meg elektromodiszociáció, stb. Ugye ez, amikor már nagyon nem kéne látunk az EKG-t, mert addigra meg kellett volna oldanunk a kálium problémánkat, ha láttuk volna előtte. És akkor a terápia, ami meg szerintem egy eléggé nehéz dolog egyébként a gyakorlatban, első helyen, és talán egyébként valóban a legpraktikusabb, az az, hogyha egy ilyen akut hiperkalémiában a cukorhoz és az inzulinhoz nyúlunk. Ugye ez egy tök biztonságos dolog. Egyetlen egy veszélye van, hogy kóros cukoreltéréseket, főleg hipoglikémiát csinálhatunk vele. Úgyhogy van egy adott cukordózis, hozzá egy kis inzulin, és akkor ezt adjuk egy fél órás infúzióba, és akkor megnézzük, hogy ez gyakorlatilag egy olyan kb. 1 millimol proliteres kálium csökkenést akár tud csinálni, az elég jól hangzik, és ez gyors. Tehát ez viszonylag jó ütemben dolgozik. Ezt nagyon jól lehet használni, és egyébként, hogyha az ember odafigyel a vércukorra, és ad egy kis plusz cukrot még, akkor azzal elég jól ki lehet védeni. Hiperglikémiából nem lesz olyan nagy baj, mint hogyha hipózni fog. Következő az a beta-2 mimetikum inhalálás, vagy beta-2 mimetikum infúzió. Ezt mi nagyon ritkán használjuk. Valamiért nálunk ez nincs annyira benne a protokollban, nem annyira szeretjük. Főleg úgy, hogy a kardiomiopátiában elég óvatosan kéne adni, mérlegelni kell azt, hogy mekkora kardiotoxicitást engedünk rá a szívre. És emiatt azért sokszor az ember nem tudja, hogy annak a betegnek, főleg a vesebetegek azért lehetnek szívérintettek egy idő után. Nem biztos, hogy ez az ideális megoldás, de lehet, és amit leírnak, hogy jobb inhalálval, mert kevesebb a mellékhatás, persze valószínűleg kicsit kevesebb a hatás is, úgyhogy mindenki mérlegelje, hogy mi esik neki jobban, és mit vállal be. Amelyik jobban beválik, azt érdemes használni, meg ahol helyileg jobb rá a gyakorlat és a tapasztalat. A bikarbonát piszok jól működik, ugye általában, hála Istennek, akinek magas a káliumja és vesebeteg, annak acidózisa is van, ez mindig egy nagyon jó párosítás, mert akkor lehet adni bikarbonátot. És a bikarbonát egy piszok gyors segítség, ugye egyrészt rendezzük az acidózist, ami egy teljesen jelenleg számunkra mellékes abból a szempontból, hogy nem ez volt a célunk, azonban az acidózis rendezésével együtt a kálium proton pufferen keresztül egy csomó káliumtól az extracelluláris térből megszabadulunk, és ez viszont ugyancsak egy nagyon gyors és nagyon jól működő lehetőség a terápiában. De gyakorlatilag ezzel így eddig azok, amik nagyon jól működnek. Akkor következő a kálcium. Ugye a kálcium semmit nem csinál a káliummal, az a jó benne, tehát nem csökkenti semennyire, ellenben stabilizálja a kardiomiocitáknak a membrán potenciáját, tehát magyarul kivédjük azt, hogy megjelenjenek azok a ritmuszavarok, amiktől félünk. Ezt azt mondják, hogyha elméletileg, hogyha van egy 6,5 millimol per liter fölötti kálium, vagy pedig EKG eltérés van, akkor mindenképp érdemes adni kálciumot. Mondani, hogy szokták legrosszabb esetben ártani nem használ. Nagy bajt nem fogunk vele csinálni. A furoszemid az egy eléggé, tehát a kasdiuretikum az egy eléggé szerencsétlen dolog, hiszen valamitől a betegnek kálium plusza lett. Jó eséllyel nem mi csináltuk, tehát nem azért lett, mert beletöltöttünk egy csomó káliumot, és már pedig, ha az ő alapproblémája érinti a vesejét, akkor nem biztos, hogy a kasdiuretikum fog hatni, ez az egyik. A másik az, hogy azért a cél az, hogy a beteget ne vigyük át hipovolémiás oldalra. Hát, hogyha van hipervolémia, akkor adjunk kasdiuretikumot, próbálkozzunk vele, akkor fog jól működni, mert akkor lesz miből kivinni. Hogyha a beteg eleve hipovolémiás vagy normovolémiás, nem biztos, hogy van értelme nagy effektivitást várni tőle. És akkor a dialízis az, ami a szuper, mindent megoldó
lehetőségünk. Ugye hát azért ez a sürgősségi ellátásnak nem minden pontján alkalmazható, de az viszont nagyon jól működik, hogy körülbelül ezek, amikre itt van lehetőségünk adni, azok körülbelül azt a fél-egy órát lefedik, ameddig mondjuk dialízis közelbe tudunk kerülni, és ez a fél-egy óra, amit csinálunk az elején, az meg is fogja mutatni, hogy mekkora effektivitást értünk el, és van-e értelme rohanni dialízis irányba. A dialízis meg azért jó, mert az körülbelül egy fél óra alatt elindítható, nem egy különösebben nagy izgalom. Hála Istennek ma már ez egyre kevésbé nyűg az akut ellátásban. És akkor nekünk benne volt eredetileg a protokollunkban, de most nagyon lelkesen kivettem, mert eléggé egy macerás dolog. Ezek a különböző ioncserélő gyanták, amik valóban az akut ellátásban megkérdőjelezhető a helyük, de azért mégsem teljesen, én azt gondolom, mert azért néha mi is használjuk. Ugye ezek az ioncserélő gyanták, ezek adhatók mindenképpen enterálisan, és vagy fölülről, vagy alulról, és elég jó effektivitásuk van, és körülbelül már 2-3 óra alatt már látszik a hatásuk is. Hát azért nem teljesen reménytelen használni őket, és olyan beteg, aki egyébként vitálisan nincs rosszul, és vállaljuk azt, hogy enterálisan fogunk neki adni bármit, és ez majd reméljük, hogy még fog is működni, azért megpróbálható. Földi protokollokban, főleg ebbe abszolút azt írták ki, ezt otthon fekvő, meg otthon ellévő hiperkalémiásoknak adogassuk. Ez az átlagban így van, de ha nagyon reménytelen, vagy nagyon nincs dialízis elérhetőségünk, vagy egyebek, akkor nyugodtan be lehet adni akut betegeknek is, azért tud segíteni. Vagy ha krónikus beteg szedi, akkor meg emeljünk rajta, és akkor fog működni. Következő, amit nem írtam föl, mert nem akarom, hogy bekavarjon, de azért érdemes elmondani, hogy a hiperkalémiás betegeknél mindig nézzük meg, hogy mi az ő alapkezelésük. És hogyha kapnak acegátlót, ARB-t, tehát olyan krónikus gyógyszeres kezelést, ami beleszól és esetleg emeli az ő kálium szintjüket, akkor azért azon érdemes csökkenteni, vagy akár elhagyni. Persze itt megint nagyon gondosan kell mérlegelni azt, hogy mennyi az előny meg a kockázat ennek a változtatásnak, és hogyha lehet, akkor ne az alapgyógyszerelésében nyúljunk be a betegnek, mert azzal azért tudunk akár rosszat is csinálni, szóval ezért inkább én nem raktam föl, de van az a szint, ahol már el kell kezdenünk abban gondolkodni, hogy a beteg egésze hogyan vezetett odáig, hogy hiperkalémiás lett. Oké. Kérdés? Káliummal kapcsolatban? Szuper. Ha nincs kérdés, akkor viszont szerintem nagyjából be is fejeztük, viszont gyorsan. Az a kérdés, hogyha bármilyen részével, nem tudom, hogy ki az, aki úgy érezte, hogy ma valami újat hallott. Jó. Akkor megnyugodtam egyrészt. Másrészt meg nekem egy kicsit azért fura, mert mi is így vagyunk ezzel, vagy mi is ezt látjuk, hogy ezek olyan mindennapos, főleg itt a folyadékterápiás részünk, azok olyan mindennapos dolgok, amit tényleg szeretné az ember, hogyha átgondoltan csinálna, de a tapasztalat az, hogy kicsit a szokásaink visznek minket a napi terápiába és a napi ellátásba, és ez nem túl praktikus. Úgyhogy mindenkit arra bátorítok, hogy amikor a napi gyakorlatban használt infúziókat, folyadékterápiát csinálják, akkor nézze meg, hogy mi van benne, gondolja át, hogy milyen lehetőségek vannak még, és nyugodtan lehet molesztálni a feljebb valókat, hogy kéne még másfajta infúzió is, mint ezek. Jó? Ez az egyik. A másik gondolat meg még, hogy mi is látjuk, hogy vannak még ehhez képest még hipotóniásabb fenntartó oldatok is, de hát ezek a negyedes, meg nem is tudom még milyen fajta törtekkel rendelkező oldatok. Azért ezek eléggé túlhaladott gondolatot képviselnek, de hát az, hogy mondjuk egy feles harmados oldatnál hígabb elektrolitoldatot egy gyerekre rárakjunk, az nem biztos, hogy a mai modern ellátásnak a legjobb iránya. Úgyhogy érdemes, ha ilyen van, akkor érdemes megpróbálni arról ellépni egyel jobbra. Köszönöm szépen a figyelmet! Általában, hát ez nem annyira merev limitek vannak, de hát általában 600-800 millióhoz az, ami még elfér a periférián. Gyakorlatilag ugye a 10%-os cukor az kényelmesen.
aztán változó, ki mit gondol, de hogy valahol a 12,5-15%-os cukor az a határ, ami ebbe még belefér, vagy nem, vagy attól függ, hogy mennyire lelkes az ember, de ugye azért azok rárakhatók, még azért viszonylag vállalható. És nátrium esetén 3%-os nátrium? A nátriummal az a jó, hogy az nem csinál annyi macerát, mint a cukor. Tehát gyakorlatilag akár most mi nálunk 3%-os van, de gyakorlatilag a külföldi protokollokban egy csomó ilyen 7%-os nátriumot használják, sőt az Amcsiknál van, ahol 13%-os nátrium is van. Ezek tök nyugodtan beadhatók, mert viszonylag gyorsan elkeveredik a keringésbe, és nem okoz olyan lokális zavarokat, mint a cukor, amit ugye általában jó hosszan, nagy dózisban szoktunk kinfundálni. Úgyhogy ha adsz egy hipernatrémiás oldatot, azért az általában nem egy darab oldat önmagában. Tehát adsz egy 3%-os nátriumot, az egy terápiás oldat, de amellett van valami fenntartó is, nem csak a 3%-os nátrium. Tehát ez azért valamilyen mértékben keveredik. A cukorban az a rossz, hogyha az ember elképzelte, de te vele aki a cukrot, ott, ha még abba belekever egy kis nátriumot is, akkor aztán végképp elszáll a rendszer ozmolaritásban. Úgyhogy az sokkal rosszabb ilyen szempontból, mert az nem egy ilyen kevert rendszer, mert a bólus nem zavaró, hosszan meg úgyse tömény 3%-os nátriumot ad csak az ember. Jó. Köszönjük szépen. Akkor köszönöm szépen.